Az alapszakasz első köréből 12 fordulót játszottak le a csapatok ősszel, az utolsó forduló már átcsúszott az idei esztendőre. A Malsó Nyíregyháza december 18-án fogadta az Albafehérvárt, és a játékosok egy rövid szünetet követően karácsony után el is kezdték az edzéseket. A két amerikai légiós, Miller és Anru még szilveszter előtt visszatért a tengerentúlról, így teljes keret készülhetett a bajnokság egyik meglepetés csapatának számító Zalaegerszeg fogadására. Negyedik helyen állnak most, ami azt mutatja, hogy komoly mérkőzéseket tudtak megnyerni ebben a bajnokságban, és ugye talán a leghosszabb egy ötös szériájuk volt, amikor sorozatban ötször is tudtak győzni. A Zalaegerszeg többféle szerkezettel, többféleképpen tud játszani, alacsonyabb, magasabb szerkezettel, meghatározó magas játékosa van. Ha ő dominál, akkor egy picit lassúbb a játék, ha a többiek, akkor gyorsabb, és igazából egy előre nem nagyon tervezhető támadójátékot játszanak. Ez adódik abból, hogy sok jó dobó képességgel megáldott játékosa van, akik távolról, középtávolról is veszélyesek, illetve abból is adódhat, hogy eléggé tapasztalt ez a játékos keret, és a tapasztalt játékosok megfelelőképpen tudják alakítani a játékokat annak függvényében, hogy mikor merre mozog a labda, illetve merre mozognak a csapattársak. A szakmai igazgató elmondta, szerinte milyen játékkal győzheti le csapata az a Zalaegerszeget. Nekünk mindenképpen a saját játékunkat kellene játszani, ami azt jelenteni, hogy egy kicsit nagyobb területen szeretnénk védekezni, mint a saját gyűrünk előtti, mondjuk úgy a hárompontos vonal területe. Tehát én szeretnék egy picit nyomásosabb védekezést alkalmazni, és nekünk mindenképpen a lepatanók után egy gyorsabb játékot kellene játszanunk. Ugye ezt többször elmondom, hogy utána viszont kontrolljátéknak kellene következni, tehát én annak örülnék, hogy ha akár kapott gól, vagy akár lepatanó után megpróbálnánk gyorsan indítani, ha ez nem megy, akkor viszont felálltan, kontrolláltan abból a helyzetből dobni, amit mi szeretnénk. A forduló további párosítása a következő: Szolnok Kecskemét, Szombathely Körment, Atomerőmérse MAPS, Pécs Jászberény, Sopron Kaposvár és Albafehérvár Szeged. A Malsó Nyíregyháza Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20:30-tól láthatják az összecsapást.